Kezdhetünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Budapesti Műszaki Egyetem Fizika Intézetének rendezvényén. A címek kísérletek, amelyeket látni kell, és megkérem Aszódi Attila dékán urat, hogy legyen szes megnyitni az előadást. Köszönöm szépen, Károly. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, Aszódi Attila vagyok, a BME Természettudományi Karának a dékánja. Mindig nagy öröm ezt a termet tele látni, mármint hogy olyan helyzetben látni, amikor tele van hallgatókkal. A karunk számára nagyon fontos minden olyan, ami a fizikához és a matematikához kapcsolódik, hiszen a természettudományi kar működteti a fizikus képzést és a matematikus képzést, valamint ebben a tanévben egy új képzést indítottunk el, fizikus mérnök alapszakot, ami ráadásul angolul van itt Magyarországon, úgyhogy komoly alternatívája minden olyan képzésnek, ami adott esetben külföldön folyhatna, de szerencsére Magyarországon van. És hát minden természettudományos képzésnek alapvető kelléke a demonstráció, a kísérlet. Ebben kiváló kollégánk Hertlen Károly van mindig a segítségünkre, és a Tamás is. Sarkadi Tamás is segíteni fog a mai nap folyamán. A mai demonstrációk alapvetően az energia körül forognak, úgyhogy sok-sok az energiához kapcsolódó kísérletet láthatnak majd. Nem is szaporítom tovább a szót. Egy dolgot engedjél meg. Igen. Jó, igazából nem szeretem kiegészíteni a főnökséget, de azt kell mondjam, hogy a fizikus szakot, hogyha fölteszi valaki, hogy miért válasszuk a fizikus szakot, én itt voltam, amikor megindult itt a Műegyetemen a fizikus képzés, a legjobb tudomásom szerint az azóta végzettek közül egyetlen egy embernek nincs munkája. Jó, hát ez az egy másik dolog, hogy miért. De hát azt akarom mondani, hogy aki ezt a szakmát választja, az egész biztosan fog munkát találni, és azt mondom, hogy milyen széles a spektrum. Innen tőlünk van, aki tőzsdeügynökként dolgozik, nagyon híres tőzsdeügynök, úgy is mondhatnám, hogy napi gyakorisággal szokott a tévében, rádióban ilyen gazdasági folyamatokról beszélni, azon kívül van mérnökképzésünk, és nem utolsó sorban a nukleáris technikának is tudunk fizikusokat adni. Ez így van. Tehát azt mondom, hogy ez elég széles spektrum, és akkor... Legutóbb a HVG diploma külön számának azt mondtam, hogy lábon viszik el a hallgatóinkat. Ez tehát még menet közben, még a képzés folyamán a legtöbben munkát találnak, ugye abszolút kurens és jól fizetett állásokba kerülnek azok, akik itt a Műegyetemen természettudományi karon végeznek. Úgy gondolom, hogy az energia egy bonyolult fogalom. Abszolút. Azt tudtam mondani, hogy a legnehezebben tanítható fizikai fogalom az energia, hiszen az energia, a fizika minden egyes fejezetében benne van, és hogyha ezt mind megtanulta valaki, akkor azt mondhatja, hogy fizika szempontjából már tud az energiáról beszélni, és akkor utána már csak két dolog maradt, a biológia és a kémia. És szerintem még ezen kívül is hagytunk ki valamit. Matematikát például. Igen. No, az a lényeg a dolgnak, hogy egy ilyen nagyon aranyos kis játékszerrel fogjuk kezdeni. Egyet adok Attilának, egyet ide teszek magam elé. Ezek egy ilyen kis hókamókás virágocskák, amelyek akkor fognak működni, hogyha energiát adunk nekik. Hogyha megvilágítjuk, akkor azt hiszem jól látható, hogy ezek elkezdenek táncolni. Ugye ebben a lámpában van egy akkumulátor, ennek az akkumulátornak a villamos energiáját átalakítjuk fényé, a fényt átalakítjuk villamos energiává, és hogyha a villamos energiát fel akarjuk használni, mozgatásra fogjuk használni. Nagyon egyszerű a belső része, egy ilyen szétszedettet is hoztam, szerintem jól lehet látni, hogy itt van egy fotovoltaikus cella, és itt az alján egy kis pici elektronika. Ennek az elektronikának a segítségével impulzusszerűen lögdösgetjük ezeket a virágokat, és így lesz ebből egy szép energetikai átalakulási folyamat. Van egy ötletem. Hallgatlak. Egy innovációs ötletem. Mit szólnál ahhoz, hogyha készítenénk egy olyan gépet, ami nem ezeket a leveleket mozgatná, hanem mondjuk egy generátort vagy egy dinamót hajtana meg, és akkor csak annyi dolgunk lenne, hogy egyszer így belevillantunk így a lámpával, és akkor utána az meghajtaná a dinamót, onnan vennénk az áramot, és újra világítana egy lámpát, és akkor ez egy ilyen örök mozgóvá válna. Abszolút, teljesen jó, csak a hatásfokot kell ehhez ismerni.
És az mennyi ez a hatásfok? Hát számoljunk utána. Szerintem 1% alatt van a vége. Bőven 1% alatt, tehát az azt jelenti, hogy itt ha 100 watt, akkor ott 1 watt biztosan nem fog kijönni. De hát ez egy a hatásfok, ez egy nagyon gonosz dolog az energetikában. Ez még gonoszabb, mint gondolnánk. Hát ez az, mert általában 100% alatt van. Jelentősen. Igen. A következő kísérlethez pedig arra kérlek, hogy tekintsd meg ezt a szerkezetet. Én csak úgy hívom, hogy M-szer-G-szer-H diótörő. Uh-huh. Hoztam hozzá diót is. És akkor gyakorlatilag ebben diót kell törni. A dió... is. Eszünk is. Eszünk is? Hát te, hogyha gondolod, ha meg tudod törni, így? Nem. Mennyi szerintem egyszerűen fölemeljük. Oké. Okay. Tehát az a helyzet, hogy különböző magasságokból kezdjük el rájteni, először egészen közelről próbáljuk meg. Igen, jó lesz. Még egy kicsit mehetünk lejjebb, bátran, úgy? Hát ez nem sikerült. Nem történt semmi. Na még egy kicsit. Na még egy kicsit. Kezd alakulni a dolog. Szerintem vegyünk egy következő diót. Hát ez már megtörött. Úgyhogy ez jó. Ha nem, akkor meg tudnánk enni. Így van. És akkor azt hiszem, hogy itt az egésznek az a lényege, mindenki számára mondom el, hogy fölemeljük ezt a testet, M tömegű testet, H magasságra, és ha mindenki el kell számolni, akkor M-szer-G-szer-H munkavégzés árán meg tudunk törni egy diót. Csinálhatunk belőle pürét? Csináljunk. Úgy van. Ha egyébként szokatlan módon számításokat végeztünk, és ezt előre fölvettük, csak azért, hogy mindenki láthassa, tehát akkor itt van a gravitációs gyorsulás, a golyónak a tömege, ugye fél kiló, és ha 20 centi magasságba fölemeljük, akkor már biztosan megtörik, tehát ez körülbelül ez a 20 centi, és akkor, ami nagyon izgalmas, éppen egy zsúlnyi munkát végzünk. Tehát az egység az egy dió megtörése jelen a mai napon és itt. A mai napon. Mit gondoltok, hogy hányszor kell ezt a golyót felemelni és leengedni? Ahhoz, hogy annyi energiát vigyünk be, mint amennyi mondjuk egy mobiltelefon feltöltéséhez szükséges. Ugye itt a végén a helyzeti energiából mozgás energia lesz, utána ez hővé alakul most ebben a kísérletben. Tehát tulajdonképpen tudnánk olyan gépet készíteni, ami ezt a helyzeti energiát villamos energiává alakítja, mert például a szivattyústázós vízerőnek pont ezt csinálja, csak nem golyóval, hanem vízzel működnek. Szóval, hogyha ezzel a golyóval, ennek a golyónak a leengedésével kellene megtölteni egy akkumulátort egy telefonban, az... Mekkora hatásfokkal számoljunk? Legyen ez most egy nagyon szép délután, és legyen 100% a hatásfok. Atya úristen, hát ez az igazság, hogy ugye, ha valaki nem tudja azonnal a választ, és nehogy Isten vizsgázik, akkor mindig vissza kell dobni a kérdést. Látják, és addig lehet gondolkodni ezen a történeten. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy akkumulátorra ránézünk, akkor azt lehet mondani, hogy 3000 mAh átlagosan egy darab akkumulátor, és hogyha tudjuk, hogy ez 3,7 voltos kapocsfeszültsége van, ezt a kettőt kell összeszorozni, megkapjuk zsúlban, és akkor már csak azzal kell elosztani. Igen. Még bárki elvégezheti a mérést. Én biztos, hogy most itt helyben elszámolnám magam. Igen. De elárulom a megoldást. Nagyjából 18 óráig kellene másodpercenként egyszer leengedni ezt a golyót, hogy annyi energiát termeljük, mint amennyi egy... telefonakumulátor. Jó, hogy nem kezdtem számolni, nagyon fogtam volna mellé. Az a helyzet, aki előre kiszámolja a helyzeti energiát. Az helyzeti előnyben van. Így van. Jó. Még itt akartatok valamit csinálni ezzel a csővel? Hát az a helyzet, hogy a cső előtt még van egy másik kísérletünk. Szeretnék megmutatni egy olyat. Eltakarítom a romokat addig, Károly, jó? Tehát van itt egy olyan kísérleti eszközünk. Én elhoztam egy ilyen felső maró nevezetű szerszámot. Ez a felső maró, ez egyébként, hogyha dolgozik vele az ember körülbelül ebbe az irányba, itt egy maró van, és ebben különböző faipari munkákat lehet elvégezni. Nos, ezzel a maróval szeretnék megmutatni egy olyat, hogy természetesen, ahogy szoktam mondani, van hozzá minden, tehát ha nagyon akarnám, akkor a fából készített, vagy a fához készített szerszámokat is tudnánk használni. Most egy papírlappal fogunk fát vágni. Tehát itt van egy kutya közönséges papírlap, A4-es papírlapból szedtem ki, és ezt a papírlapot ide betesszük így, és ezzel fogunk elvágni egy ceruzát, egy fából levő ceruzát. Na most nem tudom, ki az, aki a fával, de ceruzával már dolgozott közületek,
Tehát úgy értem, hogy mindenki tudhatja, hogy a fa és a papír között melyik a keményebb, melyik a vastagabb, melyik az erősebb. És akkor igazából engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Sarkadi Tamást, akivel közösen fogjuk ezt az előadást csinálni. Őről azt kell tudni, a tapsot az megérdemli szerintem előre. Tamásról azt kell tudni, hogy itt a Műegyetem Fizika Intézetében végzett fizikus hallgatóként annak idején, azóta ledoktorált és itt docens. Ennyit mindenképpen érdemes tudni róla, és a mai napon együtt fogunk kísérletezni, ő lesz a tetestársam. Úgyhogy abban maradtunk, hogy akkor én fogom a ceruzát tartani, és ő pedig... Csak neki most egy mikrofont kell fölvennie. Tehát a papírlapunkat szerintem jól láthatóan gyenge. Ha én szépen neki nyomom ezt a ceruzát, igazából semmi nem történik. Ahhoz, hogy ezt a ceruzát elvágja, meg kéne acélozni. Idézőjelben mondom. És ez a megacélozás ez úgy fog történni, hogy elkezdjük forgatni. Forgatás hatására minden egyes kis papírelemben egy centripetális gyorsulás hatására egy erő fog menni, és ez az erő mindenkit kifelé fog mozgatni, és ennek eredményeként meg fog keményedni, meg fog erősödni a papír. Olyannyira erős lesz, hogy el fogjuk tudni, vagy komolyan bele tudunk vágni ebbe a ceruzába. Igen? Egyes vagy kettes? Kettes, szerintem. Akkor indítjuk a készüléket. Hát át nem vágtuk, de szerintem mindenki láthatja, hogy egy komoly bemetszést kezdtünk rajta. Ennek az egésznek az a mondani valója, hogy körbeadom, hogyha van kedvetek, akkor nézzétek meg, nem csalás, nem ámítás, ceruza, és nem marcipánból lett elkészítve ez a ceruza. És akkor, hogy mennyire komoly erők hatnak ezen a jelenségen, azt mindenki megnézheti azt, hogy most a papír... Csináljam? Aha, igen, én közben megmondom. Igenis. Uh-huh. Most csináljad. Tehát itt ugye a papír annak köszönhetően válik ilyen merevvé, hogy ugye nagy fordulatszámon forog, és itt egy kis rövid számolást is készítettünk arról, hogy milyen az az erő, amely itt a papírt szétvetni kívánja. Tehát feltételezzük, hogy mondjuk 10.000 fordulat per perccel forog ez, ami azt jelenti, hogy körülbelül 166 fordulatot tesz meg ez másodpercenként. És ha kiszámoljuk, hogy mekkora ennek a korongnak a kerületi sebessége, akkor meglepődünk, hogy ez körülbelül 320 km/h sebessége van ennek a papírkorongnak egy kerületi pontjának. Azt jelenti, hogyha ez egy versenyautó kereke lenne, akkor ez ilyen gyorsan mozogna. És ha kiszámoljuk, hogy mekkora a centripetális gyorsulása egy ilyen kerületi pontnak ugye a jól ismert összefüggéssel, akkor azt látjuk, hogy ez a szabadon eső test gyorsulásának mintegy 9000 szerese, ami azt jelenti, hogy ha ott egy 1 gram tömegű papírdarabkát szemelünk ki, akkor az mintegy 9 kg-nak megfelelő súlyúnak érződik akkor, amikor ez forog. Hát ez a nagy erő feszíti szét ezt a korongot, és nézzük meg, hogy erre vajon a papír mennyire képes ellenállni ennek az erőnek. Kicsit fokozzuk a fordulatszámát. Látjuk azt, hogy a sebesség négyzetével arányos ez a gyorsulás és az erő is, emiatt ugye itt az erőt nagyon könnyen tudjuk fokozni. Amint láttátok, a papír akkora erővel lett megforgatva, tehát akkor a fordulatszáma lett, hogy a belső erők szétszakították a papír. Tehát tulajdonképpen egy egyszerű felrobbanását láttuk ennek a dolgoknak, és hát igazából azt kell mondjam, hogy ezt nem sokan szokták így elsőre végig gondolni, hogy egy pörgetésnek mekkora kockázata van. A pörgetésnek mekkora kockázata van, gondoljatok utána, hogyha egy köszörűgépnek vagy valami forgótestnek fölrobban, akkor az elrepülő darabok gyakorlatilag azzal a sebességgel, amit Tamás kiszámolt, azzal a sebességgel fognak érintő irányba elrepülni. Még a tűzgyújtást. Igen. Uh-huh.
Én arra lennék kíváncsi, hogy a forgó mozgásban rejlő energiát mennyire tudnánk esetleg mondjuk hőenergiává átalakítani. És hát erre egy ilyen nagyon ősi tűzcsiholó berendezést fogunk használni. Hát ez a berendezés úgy működik, hogy van egy lentkerék, van egy tengely, és van egy madzag. Ugye ezt elkezdem forgatni, akkor szépen föltekeri a madzagot ide erre a tengelyre, és amikor én ezt lefele mozgatom, akkor ez a lentkerék elkezd forogni, és a lendülete értelmében vissza is fog jönni ide a tetejére. Tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan tudjuk forgatni, és ha nagyon akarjuk, akkor tulajdonképpen akár tüzet is gyújthatnánk, de mivel hogy van ott fönn egy tűzjelző, nem fogjuk befejezni a lánggal égen. Szerintem így is jól látszik, a közelülők nem sokára fulladozni fognak a füsttől, és hát gyakorlatilag a mechanika, tehát lehet hallani, hogy szuszogok, mint az urasági ökör, ahogy szokták mondani, ugye lehet látni azt, hogy munkabefektetés eredményeként, tehát mechanikai munkát végeztünk, és a mechanikai munkából először durrantunk, Tamás. Jó, durrant. Először ez, és rendben. Az a lényege, hogy most pedig egy olyan kísérletet fogunk csinálni, hogy van itt egy cső. Nézzétek meg, ennek a csőnek a hossza 2 méter, az átmérője 110 mm. Ha nagyon akarjuk, akkor ki tudjuk számolni, hogy ennek 15,7 liter a térfogata, és hát ebből most ki fogjuk szivattyúzni a levegőt. Ha úgy tetszik, hogy a gáz kiszivattyúzzuk, és a kiszivattyúzás eredményeként ugye munkát kell végezzünk. A munkavégzés eredményeként ugye kialakul ez az alacsony nyomás, és ez a nyomás, amikor kialakul, akkor az egyik végén, mutatom, hogy tulajdonképpen az egyik végén, van nekünk egy, csak azért, hogy mindenki jól lássa. Hártyát helyeztünk el, amelyet megpróbáltunk úgy lezárni, hogy légmentesen lezárja a csőbe zárt gázt. Elkezdjük ritkítani a levegőt a csőben, akkor a külső légnyomás elkezdi ezt a hártyát befelé nyomni. Egy idő után, hát nem azt mondom, hogy vákum, de légritkított tér alakul ki, méghozzá egy viszonylag nagy térfogatú légritkított tér. És egy idő után külső légnyomás által kifejtett erő ezt be fogja szakítani ezt a hártyát, és óriási sebességgel beáramlik a levegő. És hát ilyenkor ugye óriási munkavégzés történik, ezt könnyű kiszámolni, hogy mennyi. Ezt talán mindenki ismeri, hogy a nyomástól és a térfogat változástól függ a munkavégzés. Ez egy tekintélyes mennyiségű energia, nagyjából ugye 1500 diótörésnyi energiát szabadítunk itt most föl, hogyha elindítjuk. Indítjuk el a szivattyút. Még mielőtt elindítjuk a szivattyút, ugye ez egy kicsit nagyot fog durranni, azt képzelem. Igen. Úgyhogy szerintem erre készüljünk fel azzal, amiket már többen kezdték, hogy szerintem fogjuk be a fülünket, hogy azzal is készüljünk ennek a robbanásnak a hangjára. Egyébként ott fölül lehet látni a hártyát, hogy hogyan fog behorpadni és beszakadni, ezt fogjuk tudni megfigyelni. Hát azt hiszem, hogy ez nem kis durranás volt. Okay. Egy kis átalakítás után jön a következő kísérlet. A következő kísérlet is valami hasonló lesz, még mindig maradunk a gázok feszítő erejénél. És akkor nézzük a szereplőket. Itt különböző deszkákat hoztam elsőként. Az egyik deszka az egy ilyen ágynak a betétje, a másik egy jóval vastagabb deszka. Ezt a deszkát megpróbáljuk összetörni. Mégpedig úgy fogjuk összetörni, hogy a két deszka közé beszorítunk egy palackot. Így.
és akkor, hogyha beszorítottuk ezt a palackot, akkor utána pumpával föl fogjuk pumpálni. Másik oldalra. Ide. Ja, hogy négy van. Az a helyzet, hogy annyit szeretnék elmesélni nektek, hogy egyik alkalommal ezt a kísérletet, amikor itt először mutattam be, akkor nem számoltam ki jól, hogy mit bír ki egy asztalos szorító, és az asztalos szorító görbült el, ahelyett, hogy eltört volna a deszka. Tehát azért mondom, hogy itt amikor arra kérdésre valakinek valakinek válaszolni, hogy nagyságrendben mégis mekkora erők vannak itt, akkor azt kell mondjam, hogy könnyű kiszámolni először is. Így. Így. Jó, szerintem készen vagyunk. Tehát viszonylag könnyű kiszámolni. Nézzük meg, hogy mi a számolásnak az alapja. Először is van ez a palack, ennek az átmérője 100 mm, tehát 10 cm az átmérője, és ez is 10 cm-es. Ez azt jelenti, hogy az a felület, ahol ez a két, tehát hogy a deszka és a palack találkozik, meg tudjuk mondani, hogy hány négyzetcentiméter. Hol is? Itt van kiszámolva. Igen, tehát 150 négyzetcentiméter felületen fogja feszíteni a deszkát. Ide látsz, Ákos? Jó, és akkor az a lényege, hogy én az energiát az izmomból fogom átadni, tehát izomerővel fogunk dolgozni. Ami fontos, hogy itt van egy palack, és van egy pumpa, és ezzel a pumpával fogok én pumpálni. Amit érdemes nézni, ahogy én elkezdem pumpálni. Ákos, jól látszik? Nézod. Csak hogy a közönség is esetleg jobban. Nézod, ott van. Nagyon szép. Tehát én most elkezdem nyomni. Amikor én ezt nyomom lefelé, akkor munkát végzek. Az erő és az elmozdulás szorzata. Itt minden egyes alkalommal egyre, tehát innen, ahol elindul az erő, meg leérek az aljára, egyre nagyobb és nagyobb lesz. És szerintem jó követhető az is, hogy egyre jobban nyílik és nyílik szét a deszka. És most már elkezd recsegni a deszka. Ilyenkor én meg szoktam állni azért, hogy a deszka lassan törjön el, amennyire lehet. Ez persze nem jelenti, hogy lassan fog eltörni, de minden esetre... Esetleg vessünk egy pillantást a nyomásmérőre, hogy mégis mekkora nyomásokkal mérünk. 4 bar körüli értéket látunk, tehát a légköri nyomásnak a négyszerese feszíti szét. Tudjuk, hogy a légköri nyomás elég nagy, tehát itt elég tekintélyes nagyságú erők ébrednek, ami ugye a deszka recsegéséből is hallatszik. Megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy a pillepalackból egy évben több mint 1 milliárd liternyit eldobunk. Ez azt jelenti mindenki számára, hogy ez mindenkinek szemét. A fizika tanár kezébe pedig egy erőkifejtő eszközt csináltunk belőle. Mondom, tudatosan lassan csinálom, de szerintem nem akarja senki, hogy szanaszét lepüljenek a szilánkok. Azt hiszem, hogy a fizika tanár kezében egy pumpa az hatalmassá teheti az ember. Azt hiszem, hogy mindenki látja, a palackunk. Körbeadom, ne vegyétek le a kupakot, nagyon kemény. Érdemes megnézni. Nagyobb nyomás van benne, mint egy gépjármű kerekébe. Tehát gyakorlatilag a fizika tudás segítségével törtük össze ezt a deszkát. Az, hogy a ugye végeredményben kézi mechanikai munkavégzésből származik az, hogy ugye a deszka eltörött. Egy kézi fűrésszel próbáltuk volna ugyanezt a feladatot ellátni, akkor is nagyjából ugyanezeket a mozdulatokat végeztük volna, és nagyjából ugyanennyi munkát is végeztünk volna, amit most itt ugye egy gáz közvetítésével juttattunk el a deszkához. És akkor egy másik érdekes kísérletet hajtunk végre, most újra vákummal, vagyis legalábbis légritkított térrel kísérletezünk.
A következőekben ebből a csőből fogjuk kiszivattyúzni a levegőt a már megismert szivattyú segítségével. Persze ehhez majd itt a csövek végeit hasonló fóliával kell bezárnunk, mint amilyennekkel az előbb is bezártuk annak a vastagabb csőnek a végét. Azonban most itt a betóduló levegőnek a munkavégző képességét arra fogjuk használni, hogy felgyorsítunk vele egy pingponglabdát, és hogy ennek a pingponglabdának a sebességét szemléltetni tudjuk, ezért ezt a pingponglabdát majd egy ilyen üvegtáblára fogjuk rácélozni, és megvárjuk, megnézzük, hogy mi fog történni. Jó? Hát egy rugalmas ütközésre várunk, nem? Én rugalmatlan ütközést várunk. Jó, meglátjuk, nem? Oké. Az a helyzet, hogy először kössük le azt a végét. Így tehát igaz. Itt van a pingponglabdánk, ez a pingponglabda 38 mm átmérője, ide kényelmesen befér. És akkor a két végét lekötjük. Bocsánat, de az egyikünknek sajnos hátszal kell állni nektek. Bevállalom ezt a nemes, nem túl szimpatikus szerepet. Így. Jó. Az egyik, és akkor itt a másik. És tehát akkor itt van a... Jó. A pingponglabdát nem felejtjük el beletenni. Így. És... egy kicsit. Így. Így. Szerintem ragasszuk le. Szerintem is. Ragasztó az ott, valahol itt kell legyen. Láttam már. Ami biztos, biztos alapon ezeket ide fogjuk ragasztani, és akkor tulajdonképpen kezdődhet is a mutatvány. Azt szeretném mondani, hogy így, szerintem húzhatjuk el. Rálátsz ide, ugye? Jó. És akkor... Na most itt annyit kell tudni, az előző kísérlethez képest lényegesen kisebb a felület ennek a hártyának. Ugyanabból az anyagból csináltuk a hártyát. És azt kell tudni erről, hogy ez nem fog magától kiszakadni. Ehhez nekem egy ollóval kell majd kibökni. Az ollót én ide készítettem. Mivel roppant gyorsan fognak itt történni a dolgok, ezért egy picit gondoljuk át, hogy mi fog történni, mert szemmel és kamerával ez követhetetlen. Tehát a csőből ezzel a szivattyúnak a segítségével kiszívjuk a levegőt, itt kialakul légritka tér, itt ugye mindkét végét ez a hártya fedi le a csőnek, itt van benne a pingponglabda. Amikor már kellően kicsi a nyomás a csőben, a tanár úr kiszúrja ennek a hártyának a felületét, hogy betódul a külső levegő, aminek nagy a nyomása, és az elkezdi gyorsítani ezt a labdát. Érdemes kiszámolni, hogy erre a pici labdára mekkora erő hat, ez nyilván a labda keresztmetszetéből, meg a nyomás különbségből szépen számolható. Mivel a labdatömege igen kicsi, ezért ennek tekintélyes gyorsulása lesz. Tehát az erő az nagy, mint egy, több mint 100 newton erő fogja gyorsítani a csőben. Egy pici, kis tömegű labdát, óriási gyorsulása lesz, igen gyorsan végigér ezen a másfél méter hosszú csövön, és nagyon nagy sebességet ér el. Hát most itt a naív számolások hangsebességnél nagyobb sebességet jósolnak, ez nyilvánvalóan egy kicsit naív dolog, valószínűleg, hogy hangsebességet azért nem fog átlépni ez a labda, de a mozgási energiája bizonyára elég nagy lesz ahhoz, hogy valamilyen maradandó sérülést okozzon a jó, akkor légtárban. Most per pillanat még ez a rész el van zárva, most kezdődik az, hogy megkeressük az ollót, ennek is lesz komoly hangja ennek a kísérletnek, és akkor elkezdjük kinyitni. Megvárjuk, hogy minél nagyobb legyen a légritkítás. Körülbelül 5 tor, amit egy ilyen szivattyú tud, a 760 torból, tehát az egy bár megfelel 760 tornak, és a 760 torból 5 torig le tudunk menni. Ez azt jelenti, hogy amikor Tamás számolt, akkor ezt az 5 tort ezt nullának vette, tehát de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a hiba határon, a számolási hiba határon belül van. Nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy a szivattyú már elérte az egészen kis nyomást. Most csak annyi maradt, hogy én ezt így beszúrom. És amint látjátok, a pingponglabda
az neki ütközött az üvegnek, az üveg eltörött, és a pingponglabda sem maradt egyben. Igen, tehát azért ez csúnya munkát végzett, mind a pingponglabdával, mind pedig itt az üvegtáblával. Tehát a pingponglabdánknak a maradékait mutatjuk itt. Azt hiszem, hogy az üveg eltörött, azt látja mindenki. És akkor, hogyha jót akarunk magunknak, én készültem, akkor még söprűt is hoztam. És lehet, hogy... Toljuk oda ki. Ja. Jó, tehát itt az a lényege, hogy a söprűről mindig az a történet jut eszembe, hogy egyszer egy barátom, aki fizika tanár volt, mondta, hogy hát milyen jó neked, Karcsi, hiszen nagyon sok eszközöd van, és te neked könnyű bemutatni a dolgokat. Mondtam, hogy ide figyelj, a fizika tanár is olyan, mint a szokták mondani, a pokol, az ördög, az úriember a pokolban is az úriember. Körben. Tehát, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül kell drága kísérleti eszköz, hogy kísérletet tudjunk bemutatni. Nézzétek meg, hogy itt van ez a söprű, szerintem ilyen minden iskolában akad, és hogyha nagyon fogja az ember, akkor ezzel is lehet fizikát tanítani. Tegyük fel azt a kísérletet, hogy keressük meg ennek a söprűnek a tömegközéppontját. Ezt nagyjából mindenki tudja, hol itt teszi alá az ujját, hol ott, és előbb-utóbb meg fog állni. Nehezítsük a dolgot azzal, hogy becsukott szemmel kell ezt az egészet elvégezni, ezt a kísérletet, és ez is nagyon egyszerű, ebben is a fizika fog segíteni. Nézzétek meg, fogom, és a két ujjam végére ráteszem a söprűt. És elkezdem a két ujjamat egymáshoz közelíteni. Először a távolabbi ujjam kezd el mozogni, és ugye, hogy melyik fog megcsúszni, azon én nem tudom befolyásolni, ezt a fizika eldönti, és ahogy egy közelebb és közelebb megyünk, egyszer csak a másik ujjam fog majd megmozdulni rövidesen, és hol az egyik, hol a másik mozog, és pontosan a tömegközéppontnál fog találkozni. Tehát tulajdonképpen nagyon akarja az ember, akkor a kísérletet ebben is el lehet végezni. Úgy is mondhatnám, hogy a fizika tanár kezében minden lehet taneszköz. Na, akkor... Van neked is ötleted? Hát például összesöprök. Okay. Rendeltetésszerűen is lehet használni az ilyen tárgyakat. És akkor csak pontosan azért, hogy itt a szilánkokban ne lépjünk bele. Ugye itt ez óriási pusztítást hajtott végre ez a pingponglabda, pedig csak, ugye 2,5 g tömegű volt, a gyorsításáról pedig csak a légnyomás, tehát 10^5 paszkál gondoskodott. Most egy olyan kísérletet próbálunk elvégezni, ahol a kilőtt tárgynak a gyorsítását egy kicsit nagyobb nyomásra bíznánk rá. És megnézzük, hogy az mennyiben módosítja a kísérlet kimenetelét. Oké. Közben én hozom a hozzávaló eszközöket. A gyorsító pályánk egy lineáris gyorsítót találtunk ki, és építettünk meg, ez itt látható. Már hozom is. Uh-huh. Igen, azt lehet. Ezen? Inkább az alsón, inkább azon. Még hozom. Erről is le kell takarítani a szilánkokat. Tehát akkor azt hiszem, hogy jól látszik, hogy itt van ez a lineáris gyorsító. Ez a lineáris gyorsító, ez egy acélcső. Ez az acélcső ennél a két pontnál fogva van megfogva, és az acélcsőből kijövő lövedék az ebbe a két fadarabba fog belehatolni. És akkor nézzük az eszközöket. Ugye egyik részről meg kéne keresni a ceruzafaragót. Tehát akkor amit ki fogunk lőni, az egy ceruza lesz. A ceruzáról szerintem mindenki tudja, hogyha leejtjük a ceruzát, akkor annak ha hegyére esik, akkor az biztosan kitörik. Tehát a ceruza hegye az egy puha dolog, és hát akkor, ha most meggondoljuk, akkor egy ilyen nagyon puha eszközzel fogunk dolgozni. Itt van a ceruzánk, és ezt a ceruzát én kifaragtam. Az lenne a kérésem, hogy azt nézem, hogy hova tudunk ráfordulni. Megtennétek, hogy erre írtok erre a papírra valamit, mondjuk a nevedet tennek, hogy ráírod, jó? És akkor esetleg a... Jó, semmi gond, majd írd rá a nevedet, és akkor megmutatjuk, hogy az... Kamerának megmutatjuk, hogy rá tudtad írni a nevedet.
Szabad ráírni a nevedet? Tehát GDPR-ral nincs baj, ugye? Jó. Oké, akkor a ceruzát is kérném. És akkor tulajdonképpen az a lényeg, hogy ezt a ceruzát így mindenki szem előtt ide betesszük ebbe a csőbe, és ebben a csőben fog a ceruza gyorsulni. Mit lehet tudni a ceruzáról? Ha valaki megmérne a ceruzának, ugye egy hatlapos ceruzáról beszélünk, meg lehet mérni a laptávolságát és a csúcstávolságot is. A csúcstávolság 7,5 mm, a laptávolság az pedig 6,8, ha jól emlékszem. És az a lényege, hogy 8 mm-es az átmérője ennek a belső átmérője ennek a csőnek. Mivel fogunk gyorsítani? Gyorsítani pedig egy széndioxid palackot fogunk használni, ez egy széndioxiddal oltó. Ebben körülbelül idáig van széndioxid folyadék, és a széndioxid folyadék fölött kb. Ennyi gáz van. Ha 22 fokos lenne ez az egész, akkor a fizikai tudásunk alapján meg tudjuk mondani, hogy két fázis van benne, folyadékfázis és gázfázis. Ennek eredményeként az itt levő gáznak a nyomása 64 bár. Ez azt jelenti, hogy a légköri nyomásnak a 64-szerese. Ezt a edényt fogjuk ide szépen rákötni, így, és amikor ezt összekapcsoltuk, akkor még rögzíteni kell a csövet. Érdemes elgondolkodni azon, hogy még a pingponglabda kilövő szerkezetünk az egy úgynevezett hátralöködés nélküli ágyú volt. Érdemes elgondolkodni, hogy miért nem löki az a szerkezet hátrafelé el az ágyút, amellyel kilőjük. Ez viszont tekintélyes hátracsapást fog végrehajtani, tehát azért is rögzíteni kell az eszközt. Ezeken a deszkákon keresztül szeretnénk átlőni a ceruzát, és hogyha még ez a két deszka se lenne elegendő akadály, ezzel a puha anyagokkal kitömött kicsit távolak, jó, dobozba nyeletnénk el a maradék Tamásom, mozgás akkor energiát. Fölkérlek arra. Jó, hát ez egy tűzvédelmi oktatásnak is betudható, amit így most van. Végrehajtok. Itt ezt a kis biztosító szeget. Annyit szeretnék elmondani, hogy amikor valaki egy ilyennel kísérletezik, akkor a csőnek a végén van egy ilyen tölcsérszerű, és a tölcsérben egy olyan fúvóka van, ami nem egyenesen ebbe az irányba, hanem oldalirányban áramlik ki a levegő. Ezért, amikor azt ott megnyitja valaki, akkor nem fogja kitépni a kezéből a hatás-ellenhatás törvénye miatt a levegő, vagy a kiáramló gáz a markolatot. Tehát itt tulajdonképpen hozzáteszem, hogy mindenképpen tudni kell azt, hogy a kiáramló levegőnek a lendülete, az ugye hátrafelé mozgatná el a csövet. Abban az esetben, hogyha nem ez az összeállítás, hanem oltani akarunk, akkor meg csak az a fontos, hogy elárasszuk gázzal a területet, és akkor nem szükséges, hogy nagy sebességgel áramoljék kifelé. Jó, Tamás, akkor én ezt a biztosító szeget. Ne húzzuk az emberek türelmét. Jó, csak a biztosító szeget húzom már, nem számolat, az idő. Számolunk vissza? Számoljunk vissza. 3, 2, 1, 0. Úgy. Jó, hát a lövés megtörtént, és hát igazából úgy nézem, hogy nem ment a másodikon keresztül. Az azt jelenti, hogy a hegyét nem fogjuk látni ennek, de az, hogy az ott belement, azt egyértelműen látjuk. Van egy javaslatom, Tamás. Igen. Hogy csináljunk még egyet. Persze, jó, hát akkor ez... viszont azért csak a biztosítószeget csak visszatettem. Így van. Ceruzát újra csőre töltjük. Érdekes, hogy ez a csővég, ez elég hűvösnek érzem. Ezen is érdemes elgondolkodni, hogy vajon miért. Villáskulcs az itt van, bár szerintem itt ez... A 13-at keressük. Bocsánat, csak nem volt bekapcsolva, hogy még egyet fogunk lőni, de azt majd mindjárt átállítjuk. Egyébként azt kell mondjam, hogy a fizikában a kísérletezésről a következőt érdemes tudni, hogy a megismételhetőség az egy nagyon fontos dolog, és hát a kísérleteknél elvárjuk azt, hogy a kísérletek mindenkinek ugyanúgy sikerüljön, anélkül, hogy tud vagy nem tud a fizikáról. Ez az egyik legfontosabb dolog, tehát azt mondjuk, hogy a fizika egy objektív tárgy, és ez azt jelenti, hogy
akármit is csinálunk, ugyanaz lesz a végeredménye, akár tudja a kísérletező, akár nem tudja a fizikát. A másik pedig az, hogy egy fontos dolog a kísérletek megismételhetősége, hogy kétszer-háromszor elvégezve, és ugyanazt kell, hogy kapjuk. Igen, és a gyakorlás az nagyon fontos. A gyakorlás az nagyon fontos. Meg kell mondjam, hogy van ott még több is, de akkor faragjunk ceruzát. Ja, ceruza hegyezőt keresem. Ott van. Igen. Legyező? Legyező. Legyező vagy hegyező. Megfaragjuk a ceruzát. Igen. Jó. Megtöltjük a ceruzát. Így a lövedéket. Így. Egyébként az egy nagyon érdekes dolog, hogy minél többet végzünk ezzel a kísérlettel, annál nagyobb lesz a légüst, tehát a légtér ott fölül, anélkül, hogy csökkenne a gáznak a nyomása, és tulajdonképpen ilyenkor az történik, hogy ami hirtelen ki tud áramlani gáz, a távolság... Az szerintem az tökéletes. Húzzuk meg. Meghúzom. Úgy. Akkor gyere, lőjél. Jó, lövök még egyet. Hagyj az hosszabbra. Jó. Úgy is van. Jó, akkor leellenőrzünk mindent, hogy rendben van. Ez meg van húzva. Jó. Pillanat, azért, ami biztos, vannak dolgok, amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Jó, és akkor megint egy visszaszámlálást szeretnék kérni. 3, 2, 1, most! Úgy. Hát, ha megint nem jött ki a vége, nem tudom. Hát igazából azt akarom mondani, hogy szerintem most már tovább ne lövöldözzünk. Uh-huh. Annyit megtehetünk, hogy ráfogjuk arra, hogy nem fűtötték eléggé a tantermet, és akkor azt akarom mondani, hogy körbeadok egy olyat, amikor átment, akkor valószínűleg ez egy nyári kísérlet, akkor 24 fok fölött volt a tanterem. Ha megnézzük, akkor most 3/4-4-kor 18 fok van, tehát igazából erre rá lehet fogni. Igen, 18 fok van mindösszesen. Tehát az a lényeg a dolgoknak, hogy ilyenkor kisebb a nyomás is. Azt kell mondjam, hogy a ceruzán, hogy átment a ceruza és fűhegyes marad, ennek van egy komoly magyarázata, és ehhez a komoly magyarázathoz nem másnak, mint egy magyar fizikusnak van komoly köze. Ugye a aviatika koronázatlan királya volt Kármán Tódor. Ő neki volt a kísérletei között az, hogy azt megnézte, hogy milyen módon lehet a testeket alakváltoztatni. Az egyik ilyen alakváltoztatás az volt, hogy keményé úgy lehet tenni valamit, hogy az alakváltozás sebessége az valójában egy állapot határozó. Majd fogjátok hallani azt fizika órán, hogy a hőmérséklet az például egy állapot határozó, meghatározza a hőmérséklet azt, hogy egy anyag szilárd, cseppfolyósa vagy légnemű, halmaz állapotú. Itt pedig az, hogy egy kemény vagy nem kemény, az is egy állapot, és az az állapot attól lesz kemény, hogy az alakváltozásra nincs idő, éppen ezért megacélosodik. Abban az esetben, amikor a ceruza csak leesik, kis sebességgel csapódik be a földbe, biztosan eltörik a hegye. Abban az esetben, hogyha átlőjük egy ilyen deszkán, akkor az acélos keménységét tapasztalhatjuk meg annak a ceruzahegynek, amivel egyébként írni lehet, és könnyedén kenődik az anyag. Továbbiakban... Folyékony nitrogénnel szeretnénk kísérletezni. Nitrogénnel kísérletezünk. A cseppfolyós nitrogén az egy nagyon izgalmas anyag, és tulajdonképpen azt szeretném csak megmutatni ezzel a cseppfolyós nitrogénnel, hogy amikor a cseppfolyós nitrogénről beszélünk, akkor tudjuk, hogy egy nagyon hideg anyagról van szó. Rövidesen meg is fogom mutatni ezt a hideg anyagot. Ebbe az edénybe fogok átönteni egy keveset. A levegőnek az egyik komponenséről beszélünk. Így folyadék halmazállapotban mínusz 196 Celsius, ha úgy tetszik 77 Kelvin a hőmérséklete. Tehát, hogyha valamibe
beleöntjük, akkor az az anyag az 77 Kelvinre fog lehűlni, és hát hogyha a környezete melegebb ennél, akkor ennek a melegségnek az eredményeként, ennek a hőmérséklet különbségnek a révén energiát fogunk tudni a környezettől elvonni. Itt van ez a palack, ebbe a palackba beleöntök egy kis cseppfolyós nitrogén. Így mi. Szerintem ez nagyon szépen látszik. És ez a cseppfolyós nitrogén, amint látjátok, forr. Hevesen forr. A forrással kapcsolatosan nem tudom megállni, nem utassam meg. A kezemet ráteszem, akkor abban marad a forrás. És a forrás, amint látjátok, egészen addig, amíg a kezem ott van, addig nem történik meg. Elveszem a kezem, akkor nagyon hevesen elkezd forrni. Két dolgot mondhatok, az egyik, hogy egy Hertlenkarcsi, ez egy mágikus ember, egy parafenomén, de az is lehet, hogy olvasta a fizikakönyvet, és azt tudja, hogy amikor ráteszi a kezét, akkor a gáznyomása elkezd növekedni, és ahogy növekszik a gáznyomása, úgy meg fog változni a cseppfolyós nitrogén forráspontja. És ennek eredményeként nem fog a cseppfolyós nitrogén forrni. Már remeg a kezem, mert akkora a nyomás is, elengedem, akkor pedig nagyon hevesen fog forrni. Folyamatosan a környezettől hőt vesz föl, hogy a hő az egy energia, és hogy ezt az energiát hogyan lehet átalakítani, hát az egyik lehetőség, hogy bedugom ezt a dugót ide, és azt hiszem jól látszik, a dugó egy pillanaton belül kirepült. Nézzük meg még egyszer. Bedugom a dugót, növekszik a nyomás, és akkor egyszer csak a dugót kilövi. Mit figyelhetünk meg ebből? Az első dolog az, hogy amikor én bedugom a dugót, akkor nyugalomban van. Aztán egyszer csak mozgási energiája lesz, és a mozgási energia révén megy fölfelé, 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 egy pillanatra a tetőponton megáll, és ott lesz a legnagyobb a helyzeti energiája. Hát akkor itt a szülőknek majd este azt meséljétek el, hogy volt az az öreg őszhajú bácsi, aki beledötte a cseppfolyós nitrogénnel tartozó edénybe a dugót, elkezdett növekedni a nyomás, aztán a nyomás kivetette a dugót, mozgási energiát adott neki, amely átalakult helyzeti energiává. Azt is elmondhatjátok, hogy amikor a dugóval lezárjuk ezt a palackot, akkor bent elkezd növekedni a nyomás. És ilyenkor nyomási energiává alakul a környezet hője. A nyomási energiáról pedig az biztosan tudja mindenki, hogy minél nagyobb a tartály térfogata, és minél nagyobb a tartálynak a nyomása, a külső-belső nyomás közötti különbség, annál több lesz az energia, az a romboló energia, ami valójában a dugónkat mozgatni fogja. Tehát akkor nyomási energia, mozgási energia és helyzeti energia. Szerintem ez mindenki számára teljesen világos. Ha ebből egy kicsit többet szeretnénk, hogy nagyobb nyomás legyen, akkor azt tesszük, hogy egy kicsit jobban beleteszem a dugót, ekkor nagyobb nyomáson fog elszabadulni a kísérlet vége. Az is lehet, ha jól belenyomtam, akkor a palack fog fölrepülni, vagy eltörni. De minden esetre szerintem ez az energia átalakulásokból négy energiát láttunk. Az egyik a hőenergia, nyomási energia. A nyomási energiának vajon mi lehet a mértékegysége? Hát az energiának világos, hogy zsúl, de ez úgy jön ki, hogy a palac térfogatát, amit köbméterekbe mérünk, összeszorozzuk a palacban levő nyomással, és akkor az a kettő, az pontosan köbméter és newton per négyzetméter eredményként zsúlt fogunk kapni. Ha azt szeretné valaki, hogy az energia átalakulásunk, a mozgás energiánk egy kicsit nagyobb legyen, látványosabb legyen a dolog, akkor annyit kell tenni, hogy beteszem a dugót, megfordítom, és várunk egy kicsit. Egyszer csak a pillepalackunk sokkal nagyobb sebességre fog sokkal nagyobb sebességgel fog elszállni, és ennek a magyarázata, ott egyébként egyre több folt szokott a tetején lenni, de valamelyik nyáron kifestettek, úgyhogy nullázták az egészet, mondhatnám, hogy reszetelték az előadó termet ebből a szempontból. Megmutatom még egyszer, amit kell tudni. Abban az esetben, hogyha a pillepalacban van a cseppfolyós nitrogén, és így végzem el a kísérletet, csak a dugó repül el. A palacban, a palack is nyugalomban marad, meg a folyadék is. Ha ezt fejtetőre állítom, akkor az elsőként a szilárd dugó fog kirepülni hátrafelé, utána a cseppfolyós nitrogén, és utána a nagy nyomású gáz. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy háromfokozatú rakétát csináltunk, amelynek első fokozata a dugó, második fokozata a cseppfolyós nitrogén, és harmadik pedig a nitrogéngáz. Nézzük meg, hogyan csináljuk ezt.
azt hiszem, hogy ez elég jól látszik. Az a helyzet, hogy ezt a kísérletet megismételjük úgy, hogy most ezt az edényt teljesen teletöltöm cseppfolyós nitrogénnel, és utána fogom dugóval lezárni. Nézzétek meg, ha a pillepalackot teletöltöm cseppfolyós nitrogénnel, így, megtöltöttük cseppfolyós nitrogénnel, a dugónk egy kicsit különleges, át van furva és van benne egy cső, beleteszem, és akkor tudunk csinálni egy cseppfolyós nitrogénből kialakított szökőkutat. Itt is az történik, hogy hőenergia, nyomásenergia, mozgásenergia és helyzeti energia van. Azt hiszem, ezt mindenki jól látta. Nagyon érdekes volt. Ugye most itt, ha jól értem, akkor hőt közöltünk a nitrogénnel, és az gyorsított, tehát ez hőre gyorsult. Így van. Tudsz olyat mondani, ami hőre lassul? Szerintem a lovaskocsi. Tényleg? Tehát nem, hát hő, és megfogál. Tehát akár. Itt hőközlés hatására gyorsítottunk, úgy végeztünk munkát. Most azt próbáljuk ki, hogy hő elvonással, vagyis hűtéssel végezzünk munkát. Ehhez is vannak nagyszerű eszközeink. Hát igen, ez a kísérlet az, amelyik azt kell mondjam, hogy a kopasznak is hajmeresztő, de azért mindjárt meglátjuk, hogy pontosan miről is szól ez a történet. A kísérlet nem veszélytelen, éppen ezért mindenféle ilyen repeszfogókat is telepítünk ide, és akkor bemutatom a főszereplőket. Az első az egy edényben víz lesz, és ebben ez a víz lesz az egyik főszereplő. Így. Tehát itt van az edény benne vízzel. Van egy másik alkatrészünk, ez egy petangolyó. Ha megnézitek, ez a petangolyó, ez egy különleges anyagból készül. Ha petangolyót valaki megnézi, közben csinálom a kísérletet, tehát én a petangolyóra furtam egy lyukat, és a lyukon keresztül a petangolyónak a belsejében levő homokot kipiszkáltam. Tehát ez gyakorlatilag egy gömbhéj, egy acélból készített gömbhéj. Ha én ezt ide beteszem, akkor ez szép lassan elkezd buborékozás révén, azt szerintem jól látszik, buborékozás révén el tudjuk érni, hogy teljesen buborékmentesen tele legyen vízzel. Közben elmondom, hogy a petangolyónknak az anyaga az egy acél. Nem akármilyen acél, úgy mondják a gépészek, hogy egy úgynevezett martenzites szövetszerkezetű acél. Ezt nem kell tudnotok, hogy ez mit jelent. Egy kísérlettel mindjárt meg fogom mutatni, hogy mit jelent. Ez annyit jelent, hogy ez egy olyan kemény acél, amely úgy törik el, hogy közben deformációja nincs. Tehát, hogyha az ember fog egy drótdarabot és addig hajlítgatja, amíg az eltörik, akkor egész biztosan tudjuk róla, hogy az sokáig fog jobbra-balra görbülni. Itt viszont az acélgolyónk, csak egy kicsit teszünk még egy buborékot láttam kijönni. Tehát az a lényege, hogy az acélunk az olyan keményre van megedzve, hogy ez úgy fog eltörni, hogy deformáció nélkül. A deformáció nélkül való törés azt jelenti, igen, most kéne a villáskulcsot, vagy inkább a 17-eset? Nem, az izét kérem, a francia kulcs. Ez egy kicsit kicsi lesz a... Petangolyóz francia kulcsjára, szerintem ez francia kulcsjára, tehát akkor én azt fogom csinálni, hogy ezt a csavart, ugye közben még egy menetet is készítettünk erre a petangolyónak a lyukára, tehát ez azt jelenti, hogy most én ezt teljességgel lezártam. Tehát akkor ez egy acélgolyó, ennek az acélgolyónak a héja körülbelül 3 mm vastagságú, és vízzel van feltöltve. Ezt én ide beleteszem, és akkor ez sem már kell kísérleteinkbe. Ami még fog kelleni, az ide teszünk a tetejére, ennek a plexinek a tetejére teszünk egy ilyen járólapot, csak azért, hogyha esetleg valami történik, akkor ne legyen különösebb gond, és a hátuljára pedig egy vastag acéllemezt fogunk tenni. Jó? Tehát akkor szerintem az eszköz határozottan látható. Amit érdemes tudni, egy előző kísérletből eltört petángolyót láttok.
Ez a petángolyó viszont olyan, hogyha az ember megkongatja, tehát hogyha ugye ide tettem az ujjamat erre a részre, megkongatom, akkor azt hiszem nagyon szépen lehet hallani, hogy ez egy nagyon keményen pengő anyag, vagyis azt jelenti, hogy tényleg acélosan kemény az ő anyaga. Ezt a petángolyót le fogjuk hűteni cseppfolyós nitrogén. Az előbb láttátok, hogy a cseppfolyós nitrogén hogy néz ki. Színültig fogom tölteni ezt az edény cseppfolyós nitrogénnel, ide szépen be fogom tenni. Nem tudom, így jól lehet kamerázni? Igen. Akkor, és ide fogjuk tenni mögé ezt a részt, mert ez a petángolyó, ez valami fog vele történni, nem akarom lelőni a poént, de a lényege a dolgoknak az, hogy a cseppfolyós nitrogénnel, gondoljatok utána, a hűtés révén energiát fogunk elvenni ettől a rendszertől. És ennek a rendszernek az energiaelvonás ellenére, valami fog történni. Tehát ennyit kíváncsi vagyok rá. Ennyit a kísérletekről. Most akkor meg fogjuk nézni azt, hogy én beleöntöm a cseppfolyós nitrogén. Szépen föltöltjük. Így. Ez most hűl, és akkor ezt szépen ide tesszük mögé. Azt, hogy mennyi idő múlva fog eldurranni, azt nehezen tudom megmondani előre, de nem egy percről beszélünk, hanem inkább egy kicsit többről. És akkor a következőt kell tudni. A cseppfolyós nitrogénben az acél ez össze fog húzódni. Ha akarjátok, ki is tudjátok számolni, hogy hány százalékkal lesz kisebb, és ennek eredményeként a benne levő víz az egyre nagyobb és nagyobb nyomásnak lesz kitéve. Igen, ám csak a víz is hűl, és a víz, amikor elkezd nulla fok alá lecsökkenni, akkor az meg fog fagyni. És ennek a fagyásnak a következtében elkezd kristályokba rendeződni, és 10%-nyit fog kitágulni. Az egyik oldalról összehúzódik a vas, a másik oldalról kitágul a vízből keletkező jég, és a kettő egymásnak feszül, és pokoli nagy nyomás fog kialakulni, és ez a pokoli nagy nyomás fogja azt létrehozni, amit nem sokára fogtok látni. Azt kell mondjam, hogy tél van, és hogyha most valaki nyitva hagyja a kerti csapot, akkor a kerti csap el fog fagyni. Ugyanez a jelenség fog kialakulni, azzal a különbséggel, hogy a kerti csapoknál azok a csövek, azok nem ilyen acélos, úgynevezett martenzites szövetszerkezetűek, hanem puhák, éppen ezért ezek csak elrepedni fognak, és amikor elolvad a jég, akkor az ott elkezd majd folyni a víz. Tehát a lényege a kísérletnek, mondom még egyszer az, hogy a petangolyó speciálisan egy olyan eszköz, amely, hogy óvatosan fogalmazzak, repedve törik, úgy törik, ahogyan azt az átlag ember nem várja. Jó, tehát akkor eltakarítjuk a romokat a tanár úrral. A tanár úr így csinált, az az igazság, hogy megértem. Én is, amikor először láttam ezt a kísérletet, akkor azt mondtam, hogy úgy nem hallhatok meg, hogy ezt nem látja, nem látom ezt a kísérletet. Kettő félbe törött ez a petángolyó, és amint látjátok, itt van a víz is, ilyen apró darabokban, úgy ide fagyott, hogy le se tudjuk innen szedni, hiszen amikor szétrobbant, akkor ide ráfagyott az asztalra. Na hát azt hiszem, hogy mindenki láthatja, nagyon hideg, úgyhogy nem ebben fogom megfogni, hanem hoztam ide egy nejlon, vagy egy ilyen rongyot, hogy meg tudjuk mutatni így közelről, hogy itt az egyik fele, és nézzétek meg, pontosan ott törik el a petángolyó, ahol annak idején a gyártás során körbehegeztették. Tehát a hegesztési részen fog elrobbanni, azt hiszem, hogy... Na szóval az egyik kedvenc kísérletem. Nagyon szép volt, és szerintem nagyon sokat tanultunk a hőtanról és annak energetikai vonatkozásairól, viszont, és egy picit a fizika más területére elvezünk, egy kicsit azt vizsgáljuk meg, hogy a fénynek, fény, mint elektromágneses hullám, mennyi energiát képes szállítani. Ehhez is készültünk néhány kísérlettel.
attól tartok, hogy lehet, hogy azt tegyük át. Át kellene tennünk ide a jégbirodalomba. Segítek, várjál. Bocsánat csak, itt még koncepcióváltás volt, hogy hol csináljuk a kísérletet. Szerintem itt fogjuk csinálni. Ezt megpróbálom kibányászni. Oké. Hogyha szeretném az irodalmi műveltségemet megcsillogtatni, akkor azt mondanám, hogy kábel a rengetegben. Próbáljuk kiszabadítani ezt a madzagot. Jaj! Igen. Jó. Ez az. Tamásom, már össze is dugtam. Ja. És akkor te jössz. Tehát amit itt látunk, az lehet, hogy az ifjabb iskolások nem ismerik fel. Pedagógus kollégák, remélem, hogy igen, ez egy írásvetítő, amellyel ugye fóliára írt szövegeket lehetett a táblára kivetíteni. Ennek a működésének a lényege az, hogy van benne egy nagy teljesítményű fényforrás, és ennek a fényét átvilágítjuk itt ezen az üvegfelületen, ami egy nagyon speciális optikai elem, amit úgy hívunk, hogy Fresnel lencse. Ez a Fresnel lencse olyan, mint egy gyűjtőlencse, csak nem két folytonos gömbfelületből tevődik össze, hanem ilyen körívekből összerakott szegmensekből áll. Lényegét tekintve prizmák sokasága, amelyeknek a feladata, hogy a fényforrásból érkező fényt azt egy pontba koncentrálja össze. Tette ezt az írásvetítő mindezt azért, hogy a feletről kilépő fény abba a tükörbe és abba a vetítő lencsébe tudjon érkezni, amelyiket ide föl lehet hajtani. Na most mi azt az eszközt, a vetítő részét nem fogjuk fölemelni, sokkal inkább azt fogjuk vizsgálni, hogy hogyan fókuszálódik ez a fénynyaláb, és megpróbáljuk megnézni, hogy mennyi energiát rejt ez a fény. Ha megnézzük, és egy fehér papírra vetítjük a fényt, akkor látjuk, hogy itt igen, elég nagy keresztmetszetű területen jön a fény, és ahogy emelem ezt a papírlapot, ugye látszik, hogy egyre inkább koncentrálódik ez a fény, valahol itt van a fókuszfolt, és hogy távolodok tőle, újra nő annak a fényfoltnak a felülete. Akik egy kicsit szemfülesebbek, akkor látják, hogy itt a teremben kavargó por kirajzolja ezt a nyalábderekat, ezt a fókuszfoltot, amely nagyjából itt van. Amikor fehér papírt helyezek ide a fókuszfoltba, hát látszik, hogy ez igen-igen fényes, egy ilyen körülbelül 2x2 cm-es területre koncentrálódik a fény. Csak mivel a fehér papír a fényt nem nyeli el jelentősen, ezért a fényben rejtőző energiát azt nem nyeli el. Ellenben, hogyha olyan papírfelületet helyezünk oda, amely fekete, és amely a fény nagy részét elnyeli, akkor az összes energia, amely a lámpából az elektromágneses sugárzás útján terjed ide, ez elnyeli, és az ott hővé alakul. Hát keressük meg újra ezt a fókuszfoltot, ez nagyjából itt van, és nem kell sokat várni, hogy lássuk, hogy bizony az elektromágneses sugárzás tetemes mennyiségű energiát szállít, amely ugye lángra képes gyújtani egy ilyen papírlapot. Érdemes megnézni ezt a nyalábot a levegőben, ugye itt a fénysugarakat nem láthatjuk, csak akkor, hogyha valamilyen szórócentrumok kerülnek a levegőbe. Most újra meggyújtom ezt a papírlapot, és most ennek a füstjét használom arra, hogy a füst segítségével kirajzoljuk, láthatóvá tegyük ezt a fénynyalábot, amelyről nagyon szépen látszik, hogy valahol itt van a fókuszfoltja. Megpróbálom újra, kis füstöt kelteni, és látjuk talán nagyon szépen ezt az összeszűkülő nyalábot. Hát ha kiszámoljuk, hogy ebben egy 400 wattos izzólámpa van, amelynek a fényét ide koncentráljuk, nem túl nagy hatásfokkal ugyan, de igen nagy fénysűrűséget tudunk elérni. Egy kis rövid számolást végeztem, körülbelül 10^5 watt per négyzetméter a fény intenzitása. Ez, hogyha összehasonlítjuk azzal, mint amikor a nap süt, akkor ott egy négyzetméteren kb. 1200 watt jelenik meg, hát ahhoz képest ez lényegesen nagyobb fénysűrűséget jelent. Nem csak hagyományos fényforrásokkal hő hatását tudjuk vizsgálni, hanem
Lézersugárral is tudunk kísérletezni. Lézersugárnak az a különleges tulajdonsága, hogy nagyon jól lehet fókuszálni, és ezáltal nagyon nagy teljesítménysűrűséget lehet elérni. És a következő kísérlettel azt gyanítom, hogy a fény, a különböző anyagok fényelnyelő és fényelteresztő képességével kapcsolatban is tanulunk valami. Tehát akkor a kísérlet az úgy fog kinézni, hogy veszünk egy léggömböt, ez egy fekete színű léggömb. Ebbe azért dugom bele a ceruzát, mert ennek a ceruzának a segítségével fogom azt a fekete léggömböt elhelyezni egy átlátszó léggömbben. Ez a léggömb majd akkor lesz átlátszó, hogyha föl lesz fújva. Hát egymásba túrunk kettő darab léggömböt, egy feketét és egy átlátszó. Ezek után elkezdjük fölfújni a belsőt. Így. És akkor fogja az ember, megköti, csak azért, hogy ne tudjon megszökni belőle a levegő, és utána a másikat most már lehetőség szerint tovább tudjuk fújni. Azt hiszem, jól látszik, hogy léggömbben léggömb. Ugye az átlátszó léggömb azért látszik át, mert a fényt átengedi, a fekete léggömb, meg azért tűnik feketének, mert elnyeli a fényt. És akkor itt van ez a tartó, erre a tartóra elhelyezem ezt a két léggömböt, és az a feladat, hogy tulajdonképpen a belső léggömböt kell kiszúrni. És akkor a Tamás elmondta már a megoldást, én még egy picit vártam volna vele, de semmi baj. Tehát itt van egy lézerberendezés. Erről a lézerberendezésről szerintem érdemes annyit elmondani, hogy nagyon nagy teljesítményű, közel 1 watt a teljesítménye. Nem sokáig tudja. Ha bekapcsolja az ember, akkor szerintem jól látható itt a fénynyaláb. Azt kell mondjam, hogy a lézerekkel kapcsolatosan van egy előírás. Az előírás azt írja elő, hogy csak olyan lézerrel lehet mutatópálcásdit játszani, amelynek a fény nyalábnak az intenzitása nem halad meg egy megadott értéket. Ez a megadott értéket úgy számolták ki, hogy van egy nyitott szem, ebben a nyitott szemben az ember így belevilágít, és a pupilla, a pilla reflex így becsukódik. És ami bejut fény, az nem okozhat a látóidegnek maradandó sérülést. Világos ez a történet. Nagyon egyszerű, a piros színű mutatópálcákra találták ezt ki, és a piros színű mutatópálcáknál azt mondták, hogy 1 milliwattnál csak kisebb lehet a teljesítménye. Ez 1 wattos, tehát ez 1000-szer akkor, ha valaki nehezen hiszi el, hogy ez 1 milliwattos, vagy 1 wattos, az ő kedvéért megmutatok egy olyat, hogy itt van, tessék megszámolni, hogy hány darab pötty van, ugye ide tettem a fejünk elé, de hogy mindenki az interneten is lássa, ide teszem, ezek között a legkisebb is, ami látszik, az körülbelül 1 milliwattos. Jó, tehát azért mondom, hogy ez tényleg egy nagyon nagy teljesítményű lézer. Ezt a lézert, hogyha ráirányítjuk a fekete léggömbre, így, pardon, ezt le kell csavarni, így, ez nem fog menni. Tehát ráirányítjuk erre a léggömbre, akkor a léggömbben a belső az ki fog égni, és eldurran, azt hiszem, ezt mindenki szépen látja, és a külső az ugye, úgy is meg lehet fogalmazni, attól lesz az átlátszó, hogy a keresztül haladó fényt nem vagy nem nagyon bántja, nem nagyon téríti el. A fekete az teljes egészében elnyeli, és ennek az elnyelésnek az eredményeként ez megmelegszik, kiég, és hát szerintem a végeredményt láttuk. Egyébként ez egy úgynevezett gravírozó lézer, bekapcsolva az ember különböző tárgyakra kisebb feliratokat tud csinálni, elsősorban fekete színű tárgyakra, hogy mennyire veszélyes, azért adnak hozzá egy szemüveget, ami szemüveg, bocsánat, hogy én ilyen furcsán fogalmazok, de mindenki tudja, hogy a különböző országokban más és más kultúrája van a munkavédelemnek, ez egy kínai gyártmányú lézer, és hogyha adnak hozzá safety glass, biztonsági szemüveget, akkor azt tényleg komolyan kell venni. Szerintem ez egyértelmű. És hát amit leírtak a lézernek a kezelésébe, hogy semmiképpen ne hagyjunk benne elemet, akkumulátort, amiközben elcsomagoljuk, mert képes kigyújtani a dobozt. Tehát ezt mindig úgy szoktam, hogy teljességgel kiveszem belőle az elemet, a működtető akkumulátort. Úgyhogy
Hát akkor a kísérletet sikerült megvalósítani, és hát akkor a következő kísérlet egy másik téma. Láthattuk azt, hogy most már sokféleképpen fejlesztettünk hőt, gyújtottunk tüzet, ugye először mechanikai munkavégzés által, akár csak az ősember. Sikerült papírt az elektromágneses sugárzás energiájával és fénnyel felgyújtanunk. Hát most próbáljuk, hogy elektromossággal képesek vagyunk-e rá. Itt van egy 6 darab ceruza elemből álló kis elem telep. 9 voltnyi feszültséget ad ezen két pólus között. Valamint itt van egy ilyen mosogató szivacs, vagy dörzsi szivacs, amely vékony fémszálakból áll, hogy jól el tudjuk távolítani a szennyeződéseket, és közte pedig egy ilyen netszívó puha kötőanyag. Most azt fogom csinálni, hogy ennek az elem, vagy ennek a telepnek a pólusait nekinyomom ennek a dörzsi szívecsnek. A kicsiny, vékony fémszálakban áram fog folyni, ez hőt fog fejleszteni, és az vélhetően némi hőhatás útján képes lesz lángra lobbantani. Fújj rá! Szerintem elég jól látszik, hogy most már a telepünk is kezd lángra lobbanni. Hőt fejlesztettünk mindenképp a kis mosogató szivacsunkkal. Hogy itt olyan túl nagy áram nem folyt, éppen csak annyi, hogy parázsló fényre lobbantsa ezeket a vékony szálacskákat. Most én azt gondolom, hogy ez a kísérletet célszerű lenne egy kicsit nagyobb áramokkal és vastagabb fémszálakkal is elvégezni. Én arra kérem a tanár urat, hogy esetleg ezt a vastag szöget próbálja meg ugyanúgy fölízítani, mint ahogy én azzal a kis teleppel a vékony fémszálakat, csak ehhez ugye egy tekintélyesebb áramforrásra van szükség. Hát akkor annyit szeretnék elmondani, hogy az eszközünk egy transformátor. A transformátor, amikor még lánykorában volt, akkor egy mikrohullámú sütőnek volt a transformátora, tehát 1000 watt óra, 1000 voltamperes a teljesítménye. És hát azt kell tudni róla, hogy a nagy feszültségű része zárlatos lett. Én ezt fűrésszel kifűrészeltem, és összesen 3 menetet, 1-2-3 menetet fűztünk bele. Ez azt jelenti, hogy akkor az így módon elkészített szekunder oldal, akkor nem nagyobb feszültséget, hanem kisebb feszültséget fog produkálni, és hát azt is lehet tudni, hogy ennek eredményeként a teljesítmény, hogyha kiszámoljuk, akkor ez megmarad 1000 watt vagy amperesnek, akkor ez azt jelenti, hogy ez akkor nagyobb áramerősséget fog produkálni. Mérések alapján 6-800 amper kezdő áramot mértem én ebben a kísérletben. Így. És akkor azt kell látni, hogy még egyszer mondom, hogy van egy transformátor, a primer oldalát a hálózatról fogjuk járatni. A szekunder oldala az ugye egy nagyon vastag rézhúzal, és a rézhúzalban be van egy acél húzal szöktéve. Annyit kell tudni, hogy amikor bekapcsolom, érdemes figyelni a jelenségekre. Amikor bekapcsolom, akkor erősen zúgni fog a szerkezet, ez a transformátorban az irgalmatlan nagy áramoknak köszönhető. És ahogyan a kísérletben a szög elkezd melegedni, akkor változni fog ennek a húzalszögnek az ómos ellenállása, le fog csökkenni az áram, és halkabb lesz a kísérlet. Azt viszont látni fogjuk, hogy ekkor már fényesen fog világítani. Tehát most megpróbálok egy rövidebb ideig csöndben maradni, hogy mindezt meghalljuk. Tessék figyelni a húzásra. Elkezd füstölni, melegedik, és egyszer csak fogja magát, és el fog csöppenni ez a darab. Azt hiszem, hogy jól látszik, a megolvadt a vas. Amire ilyenkor vigyázni kell, hogy nem kell sietni az elpakolással, mert azt lehet mondani, hogy egy jó darabig még meleg. A gyerekkoromban én gépészmérnöknek tanultam, és amikor ide jártunk a melegüzemi gyakorlatra, mindig mondták, hogy először kisfiam, köpd meg, és ha nem serceg, csak azután próbálj hozzányúlni. Ez továbbra is igaz, tehát akkor az eszközöket úgy fogom meg, hogy lehetőleg ne gyújtsak föl semmit, és én magam sem égjek meg. Mm.
Látjuk tehát, hogy az elektromosság tekintélyes munkavégző képességgel bír. Egy picit próbáljuk meg felidézni azt, hogy ez a munkavégző képesség, ez tulajdonképpen miből is ered, és mondjuk a talán szemléletesebb mechanika útján hogyan érthető meg az elektromosságban rejlő munkavégző képesség. Ehhez ezt az elektrostatikából talán ismerős kísérletet hoztam ide. Ennek a lényege, hogy töltéseket választunk szét, egyelőre mechanikai munkavégzés segítségével. Ez egy ilyen Wim Hof-féle influencia gépet, megosztó gépet fogunk használni. Talán mindegyőtöknek a fizika szertár, vagy sokak fizika szertárában ott van egy ilyen eszköz, amely elvileg csak meg kell tekerni, és már is elektromos töltéseket válasz szét. Hát a működési elv lényege az, hogy két egymással ellentétes irányban forgó tárcsa van, amelyek kezdeti töltéseket kapnak, és amikor távolítjuk őket, akkor ugye az egymást vonzó töltéseket, azokat mechanikai munka árán tudjuk eltávolítani, és azt úgy vesszük észre, hogy töltések gyűltek össze ezekben az elektródákban, hogy ívet, szikrát fog húzni. Látjuk azt, hogy ha tekerjük, akkor apró szikrák pattannak a két elektróda között, aminek bizonyára az az oka, hogy az egyik elektródában pozitív, a másik elektródában pedig negatív töltések gyűlnek össze. Most mi ezeket a töltéseket egy kondenzátor feltöltésére fogunk használni. A kondenzátorról talán megtanulhattuk azt, különösen a sík kondenzátorokról, hogy két egymással párhuzamos elektromosan vezető lemezből állnak. Az egyiket pozitív, a másikat negatív töltésekkel látjuk el, akkor köztük elektromos tér jön létre, amely elektromos tér ugye kölcsönhatásba hozza ezt a két lemez, ezek egy kicsit majd vonzzák egymást, és meg fogjuk nézni, hogy ezek a töltések, ezek hogyan bírhatók munkavégzésre. Ehhez azt fogjuk csinálni, hogy a kondenzátor elektródáit, a fegyverzeteit a megosztógép elektródáihoz kapcsoljuk, és töltéseket választunk szét, amellyel a kondenzátorunkat feltöltjük. Az, hogy elektromos tér alakul ki a feltöltött kondenzátor belsejében, azt onnan vesszük észre, hogy a közéjük, a kondenzátor lemezek közé belógatott, könnyű fémlabda az eszeveszett mozgásba kezd. Ennek az az oka, hogy amikor ez a fémlabda mondjuk a pozitív töltésű elektródához, fegyverzethez ér hozzá, akkor pozitív töltéseket vesz onnan át. Ez akkor már az a pozitív felületet kaszítani fogja, és átrepül a negatív pólushoz, a negatív fegyverzethez. Amikor ahhoz hozzáér, akkor az ő pozitív töltéseit átadja a negatív pólusnak, ő maga is negatív töltése lesz, akkor innentől kezdve már a negatív fegyverzet fogja kaszítani, és visszarepül a másik pólushoz. Gyakorlatilag egy kis adagok van, az egyik fegyverzetről a másikra átlapátolja a töltéseket, miközben a szervezet ugye mechanikai munkát végez, hiszen csilingel harangozik, erőt látunk, amelyet a labdát kifejt az elektromos tér, és elmozdulást is látunk, hiszen a labda mozog, ahol erő és elmozdulás van, mechanikai munkavégzés is van, és hogyha nem tekerem a megosztógépet, akkor a harangjáték addig működik, amíg az összes töltés az egyik lemezen nem megy a másikra, és ki nem egyenlítődik a két lemez potenciálja és azonos töltetlenül válik a kondenzátor. A kondenzátor egy töltéstároló eszköz, nem csak töltéseket képes tárolni, hanem energiát is. Ez a energiát, munkavégző képességet látjuk most itt, hogy ezt a slabdát meghozatta. Most olyan kísérleteket fogunk végezni, ahol ennél nagyobb kapacitású, nagyobb töltéstárolási képes kondenzátorokat bírunk munkavégzésre. Hát milyen kísérleteket nézzünk meg. Igazoljuk azt, hogy a kondenzátorban elektromos tér energiát tárol, és ezt az energiát nem átadunk felszabadítani. Ahhoz, hogy ezt számolni tudjunk,
akkor a következő szeretném megmutatni. Az elektromos áram, az elektrotechnika 1800-ban született. Onnan tudjuk-e pontosan, hogy Alessandro Volta föltalálta a voltaféle cellát, az azokból megépített voltaféle oszlopot. Az elektrostatikus gépek, amivel a tanár dolgozott, azok nagyon kis teljesítmények voltak, hiába volt a feszültségük igen nagy, az elektromos áram, amit ezeket létre lehetett, hogy 10-6-7 ampere volt, ami azt jelenti, hogy olyan csekélyedet igazából nem is nagyon fedezték, hogy valami föl. Tehát azt mondom, hogy ez egy érdekes dolog volt. A voltaféle cellákkal akár 10-100 ampert is el lehetett érni, és ez azt jelenti, hogy 10-6-ampere-ból 10-4-ben áram, ez azt jelenti, hogy 8 nagyságrendben nagyobb áramot tudtak létrehozni. Ez a 8 nagyságrendben az áram, hogy összeakarnánk hasonlítani, ez a kézgránát és az atombombának az nagyságrendje. Tehát, hogy az egyik a kézgránát az megfelel mondjuk a Windows-ének, és az atombomba megfelel a voltaféle cellának. Az abból égített voltaféle oszlopnak. Azt tudom mondani, hogy a voltaféle oszlopnak az az érdekessége, hogy itt van egy cella, és annak a cellának a feszültsége nem túl nagy, egy volt, és ugye az áramerősség pedig attól fog függni, mekkora a felülete. Na most azt mondják, ha kétszer-háromszor annyi feszültség, hogy a cellát sorba kötünk, kétszer-háromszor akkora lesz a kapocs feszültség az így létrehozott áramforrásnak. Én hoztam 25 darab 9 voltos elemet sorba kötve, és ez a 25 darab 9 voltos elemmel fogunk először a kísérleténkbe elmenni. Hát akkor elsőként hozzá fogom kötni a negatív pólust a mérőműszerünkhöz, így, a pozitív sarkához pedig egy piros színű vezetéket. Ilyenkor szoktam viccesen mondani, mert hogy a pozitív, tehát a pozitív az mindenképpen pirosnak kell lenni, különben nem mér a műszer. De azt hiszem szépen látszik, hogy a feszültségünket ugye a fekete skálán kell leolvasni. Nem tudom, jól látszik. Jól okay. Látszik. A kamerán úgy tűnik, mintha a mérős határa a műszernek 100 volt lenne, pedig én itt az utolsó nullát is látom. Ez 1000 voltos mérés határa a műszer. Mérés határa. Tehát magyarul a... Igen. Most tehát akkor 200 voltnál egy 250 volt. Akkor itt van egy adag 9 voltos elemünk, de van nekünk még egy. És akkor ezt a következőt hozzá fogjuk kötni, úgyhogy ezt a pólusot innen leveszem, átteszem ide, és ezt a kettőt pedig én sorba kötöm. Így né. És ezt a kettőt pedig úgy kötöm, hogy ennek a negatív pólusához hozzá kötöm annak a pozitív pólusát. Így né. Ha megnézzük, akkor éppen kétszer akkora lesz a feszültség. Azt hiszem, ez mindenki jól látja. Hát ugye azt mondtam, hogy kétszer-háromszor akkora feszültség, akkor vegyünk háromszor annyi 9 voltos elemet. És akkor ez a háromszor annyi 9 voltos elemnek az első mérésnek éppen a háromszorosát kell, hogy produkálja. És akkor mindjárt látjuk, hogy ezt is éppen rövidre zár, vagy összekapcsoljuk, és akkor látjuk, hogy a feszültség az már tényleg komolyan növekszik. Hát a három után a 4 jön, tehát itt van még körülbelül még egy 25 darab vagy 9 voltos elemünk, és hogyha tényleg le akarjuk ellenőrizni, akkor azt látjuk, hogy ez már tényleg nem játék. Ilyenkor szoktam mondani, hogy ha zsebre teszem az egyik kezemet, az nem a bunkóságom jele, hanem nem szeretném, hogy a szívemen keresztül csapjon meg véletlenül, mert ez az áram, ez már megrázó. Úgy is mondhatnánk, hogy ez nem játék. És akkor, ha megnézzük, akkor lehet látni, hogy 900 voltnyi elemet állítottunk össze. Akkor most annyit fogok tenni, hogy az áramforrásunkba a negatív pólust hozzákötjük egy kondenzátorhoz. Akkor most bemutatom az eszközt. Itt van kettő darab 450 volt és 400 voltos kondenzátor sorba kötve. Kettő darab. Az azt jelenti, hogy 470 mikrofarád, 400 volt. Ugye azt szokták mondani, hogy a kondenzátorban tárolt energiát úgy lehet kiszámolni, hogy 1-2 C-szer U négyzet, akkor a C az ugye 470-szer 10⁻⁶, 400-nak vesszük a négyzetét, és utána nem osztjuk el kettővel, hiszen két darab kondenzátorunk van sorba kötve.
Úgyis meg lehet csinálni, mutasd meg, Lézer, hogy 800 voltosnak tekintjük, és akkor a sorosan kapcsolt kondenzátor kapacitásával számolunk. Összességében ebben a két darab kondenzátorban 75 zsúlnyi energiát tudunk tárolni. Tehát ezek a kondenzátorok is olyanok, mint az általam bemutatott, két párhuzamos fegyverzet feszül egymással szemben, csak éppen nem ilyen merev felületként, hanem nagyon vékony fóliaként, amelyek föl vannak tekerve, nagyon nagy felület, nagyon közel egymáshoz, és még egyéb technológiai trükköket is bevetve, érik el, hogy nagy legyen a kondenzátorok kapacitása. Most erre ugye körülbelül 800 voltot próbálom kapcsolni, és föltöltjük a kondenzátort erre a feszültségre. A föltöltés előtt szeretném elmondani, mit látunk, és hogyha van kedvük az itt levőknek, akkor a film, amit majd megadunk, annak az ismeretében akár mérni is tudunk. Elmondom, hogy pontosan mit. Látjuk, hogy a áramforrásunk kapocs feszültsége mekkora, ott le lehet olvasni. Amikor én hozzá fogom kapcsolni a kondenzátort, akkor ez le fog esni, ez a feszültség valameddig, és utána szép lassan megy fel, és az egyensúlyi állapotban a föltöltött kondenzátoroknál ugyanerre a feszültségre fog visszajutni. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor én hozzáteszem, leesik a feszültség, és onnan indítunk egy mérést, az egyik oldalon az idő, a másik oldalon a feszültség, és a kondenzátor töltődésének diagramját tudjuk majd fölvenni ebből a képből. Ehhez persze az kell, hogy kivágni ezt a filmdarabot, és egy kockánként megállítani, és leolvasni, hogy az idő az odébb ment 1,25 másodperccel, a feszültség ennyivel nőtt. Ezt ábrázoljuk, egy gyönyörű exponenciális függvényhez fogunk jutni. Na hát akkor nézzük a mérést, én ide ráteszem. Látjuk, hogy lecsökken, és növekszik, és hát ugye várnunk kell arra, hogy ezt föltöltődjék. És akkor, ott van, bocsánat, igen. Az a helyzet, hogy amikor ez megvan, nagyjából el is értük ezt az értéket, akkor én fogom ezt innen leveszem. Ezt tehát az 1-2C-szer U négyzetnyi energiát, amely a kondenzátorban fölhalmoztunk, ezt kellene fölszabadítanunk. Ugyan az U nagy, annak a négyzete még nagyobb, tehát összesen körülbelül 75 zsúlnyi energiát, 75 diótörésnek megfelelő energiát sűrítettünk ebbe bele. Most ezt kellene újra mechanikai energiává alakítani. Erre pedig azt a módszert használjuk. Igen, én azt szeretném mondani, hogy ez a 75 zsúlról szeretnék mesélni egy történetet. Egyszer egy olyan helyen voltam, ahol tudtam, hogy nem érdeklődő fizika iránt érdeklődők vannak, hanem voltak benne jogászok és közgazdászok is. És hát ugye el kellene tudni magyarázni, hogy ez a 75 zsúl, ez mekkora energia, akkor a dió az nem állt kézre, hogy azt mondjuk, hogy 75 diónyi, és akkor én azt mondtam, hogy ugye állampolgári kötelességünk, ezt szeretik a jogászok ezt a fordulatot, állampolgári kötelességünk az, hogy a törvényeket ismerjük, mert a törvények nem ismerete nem ment föl ez alól. Akkor az azt jelenti, hogy tessék elővenni a polgári törvénykönyvnek azt a részét, amelyben a lőfegyverekről beszél, és 7,2 zsúl, tehát a 75 zsúl helyett 7,2 zsúl torkolatnál mért mozgási energiájú lőfegyverekre fegyverviselési engedély kell. Ha most végignézzük, hogy mekkora volt a pingponglabdának az energiája, mekkora volt a ceruzának az energiája, és mekkora lesz ennek a gyűrűnek az energia, akkor azt hiszem el lehet gondolkodni ezen. A gyűrűt pedig úgy fogjuk rávenni, hogy mozgásra, ez egy alumíniumból készült egymenetes tekercsként, rá fogjuk tenni egy... Ezt most újra föl fog kelleni tölteni. Igen, tehát rá fogjuk tenni erre a részmenetekből készített tekercsre, és hát gyakorlatilag ezen keresztül fogjuk kisütni az áram, változik, akkor változik a mágneses tér, a változó mágneses tér ezt a gyűrűt, ezt áramot fog indukálni, és ez az áram fogja gyakorlatilag a gyertyán kilőni. Az áramot már láttuk folyni, csak ugye ezt nem sikerült mechanikai munkavégzéssel alakítani. Egyelőre csak az áram folyását igyekeztünk szemléltetni, láttuk felszabadulni a kondenzátorban rejtőző energiát. Igen. Most pedig majd a Lenz törvényét fogjuk, és az indukció törvényét fogjuk segítségül hívni, hogy mégiscsak tehát mechanikai. Akkor meg lehet majd még egyszer, tehát két mérés is lesz ebből a töltésből, tessék megnézni. Úgy. Hát igen, ezt egy
Ez lányos zavaromba sikerült kisütni ezt a kondenzátort, de nem baj, meg tudjuk ismételni ezt még egyszer. Jó, szerintem föl is töltődött, akkor vegyük le. Így, levesszük ezt is, így. Itt van a körülbelül 50 menetes tekercsünk, itt van egy egymenetes tekercs, és ezen az 50 menetes részből készült tekercsben ki fogom sütni a kondenzátort, és az egymenetes tekercsben indukálódó áram lesz az, amelyik az egészet átalakítja a mechanikai mozgását. Az esés időből lehet tudni, hogy a mennyezeten koppant ez a gyűrű. Ez azt is jelenti, hogy a 75 joule-ból csak egy töredéke alakult mozgási energiává, hiszen a 75 joule az egy géppisztoly lövedéknek a mozgási energiája lenne. Tehát ez tulajdonképpen a hatásfok itt is itt játszik, ahogy ezt mondtuk. Egy dolgot szeretnék megmutatni, és akkor ad lenne a kérésem, Ákos, ha megtennéd, hogy egész közelre megmutatod ezt a végét, akkor inkább Árpád, ezt a végét kéne megmutatni. Ugyanis kisütöttük a kondenzátort, és ennek eredményeként kilőttük ezt a gyűrűt. Most elég sokat beszéltem ahhoz, hogy a kondenzátor fogja magát, visszatöltődik, és ez azt is jelenti, hogy ismételten kisüthető lesz. Ebből azt fogjuk látni, hogy itt egy pici szikrát fogunk látni. Ezt a részét kell majd figyelni mindenkinek. Így, ide teszem, és azt hiszem, látszik, hogy már nem mozdul meg, de azért ez még megrázna az embert rendesen. Jó, tehát a kondenzátorok visszatöltődése, ez ellen úgy szoktunk védekezni, hogy a kondenzátorunkat rövidre zárt állapotban tároljuk egy jó darabig. Tehát a nagy feszültségű kondenzátoroknál ez egy nagyon fontos dolog. Én közben addig ezeket elbontom, és akkor nézzük a következő kísérlet. Ugye most azt láttuk, hogy a kondenzátorokban található elektromos tér energiát tárol, de elektromosság tanórákon nem csak kondenzátorokról és elektromos térről tanulunk, hanem mágneses térről és az őket létrehozó tekercsekről is. Következő kísérletekben áramjárta tekercsekben alakítunk ki mágneses teret, és azt nézzük meg, hogy ez a mágneses tér, ez képes energiát tárolni, és ehhez a mágneses térben tárolt energiához hozzá tudunk-e férni. Ja, ott van, bocsánat. Igen. Tehát akkor áramforrásként egy olyan tápegységet fogunk használni, amely üres járásban 16 voltnyi feszültséget ad. Akár azt is megmérhetjük. Közben itt bemutatom a mérésünk, vagy a kísérletünk főszereplőjét, egy komoly, sokmenetű toroid tekercset. Nagyon sok menet van egy vasmagra földcsévével, amely vasmag tórusz alakú, egy úszógumi vagy gyűrű alakú vasmagot kell elképzelnünk. Ezen van rengeteg menet elhelyezve elektromos vezetékből. Ebben folyatunk áramot, amelynek hatására a vasmagban mágneses tér jön létre, és az indukció jelenségét kihasználva vizsgáljuk meg, hogy ez az energia, amely a mágneses térben tárolódik, ez hogyan szabadul fel akkor, amikor az áramot megszakítom a tekercsben, mert hiszen amikor megszakítom a tekercsben az áramot, akkor ez a mágneses tér hirtelen lecsökken, eltűnik, de az energiája az nem vészhet el. Az indukció jelensége miatt, amikor ugye ez a mágneses tér gyorsan változik a tekercs belsejében, akkor ez feszültséget indukál ebben a tekercsben, és a végeredmény az, hogy amikor én kikapcsolom a tekercsben az áramot, az összeomló változó mágneses tér feszültséget indukál a tekercsben, pólusain hatalmas feszültség jelenik meg, ezt munkavégzésre lehet bírni. Most mi egy kötfénylámpát fogunk rábírni arra, hogy az felvillanjon, tehát ott diszipáljuk el azt az energiát, ami a tekercs mágneses terében van. Itt tudni kell azt, hogy egy ilyen kötfénylámpa vagy glimlámpa az hát kb. 100 voltos a nyitó feszültsége. Ez azt jelenti, hogy egy zsebteleptől, vagy éppen egy 12 voltos tápegységtől az nem fog világítani.
Most jelen pillanatban, ha már jól látom, még nem folyik rajta. Közben itt a tanár úr összeállította a kísérleti berendezést, ami ugye áll a tápegységből. A tápegységnek mérjük a kapocs feszültségét, amely most ugye 30 voltos mérés határban vagyunk, körülbelül 16 voltot jelent, 16 voltos. Most szerintem ezt a tápfeszültséget kapcsoljuk rá a tekercsre. És akkor... Megtörténik, most áram folyik a tekercsben, és nézzük meg, mi történik, ha megszakad az áram. A... Rövid lesz a látnivaló, de azt hiszem jól látszik, a megszakadás pillanatában az a glimlámpánk fölvillan. Ez azt jelenti, hogy a mágneses tekercsben, tehát ebben a tekercsben mágneses energiát hozunk létre, az áram, amikor megszűnik, akkor ez összeomlik ez a mágneses tér, és indukál feszültséget, amely sokkal nagyobb, mint a tápegységünknek a feszültsége. Szerintem ez nagyon szépen látszik, egy rövidebb ideig kivillan. Többször is meg lehet mutatni, tulajdonképpen ez a kikapcsolási önindukció környékére lehet elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy egy magyarázatot is kapunk arról, hogy amikor egy tekercset tartalmazó áramkört csak így kiúzunk a falból, akkor egy indukciós jelenség révén akár túlfeszültség is keletkezhet, és ez tönkreteheti az eszközeinket. Tehát a kikapcsolást azt nem lehet csak úgy kihúzni a konnektorból, az legtöbb esetben, amiben tekercs van, az érdemes kikapcsológombbal kikapcsolni, hiszen az úgy van megcsinálva, hogy ezt a jelenséget megvédik. Nézzünk tovább. Nézzünk ilyen tovább. Kísérleteket. Továbbra is maradunk a tekercsekben és a mágneses térben tárolt energiánál, viszont most azt vizsgáljuk meg, hogy ez nem fényfelvillanássá, tehát nem fényé, hanem mechanikai munkavégzésre használjuk. Ehhez egy úgynevezett Lenz ágyút, vagy Thomson ágyút fogunk használni, amely lényegét tekintve, ez még egyelőre még csak a tápegysége, egy szabályozható toroid transformátor. Maga az eszköz az ez, amely áll egy hosszú vasmagból, valamint egy tekercsből, amely tekercsbe váltakozó áramot juttatunk ezzel a hálózati transformátornak a segítségével. Ennek a transformátornak a fő szerepe az, hogy könnyedén tudjuk az áramot szabályozni, tehát ennek a forgatógombnak a segítségével, akár a nullától egészen a 100%-ig el tudunk menni. Ez azt jelenti, hogy erősen tudjuk Nos, két darab egymenetes, tehát akkor mindenki láthatja, hogy itt van egy vastag, viszonylag nagy menetszámú tekercs. A tekercsnek a belsejében, ahogy a tanár úr mondta, van egy vasmag. Ez a vasmag lemezelt hasonlóképpen, mint a transformátorok esetében, és helyezzünk rá kettő darab gyűrűt, ilyen hasonlóképpen olyan gyűrűt, mint az elébb kilőttünk a mennyezet felé. Be kell kapcsolni a tápegységet, és azt mondja, hogy beállítjuk. És tulajdonképpen itt ezzel a nyomógombbal lehet majd elindítani a jelenséget, megnyomom. És azt hiszem jól látszik, hogy a mennyezetig majdnem fölment ez a gyűrű. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a gyűrű elrepült. Nagyon egyszerű a magyarázata, ugye ez létrehoz egy mágneses teret, ez a mágneses tér, ez változó mágneses tér, ebben a változó mágneses térben egy egymenetes tekercsben áram indukálódik, és az áram által létrehozott mágneses tér és a gerjesztőtér taszítja egymást, ez a kilövésnek a magyarázata, talán megmutatom még egyszer. És föl lehet tenni a kérdést, hogy ez a másik gyűrű, ez miért nem repült el? De föl lehet tenni a kérdést, nagyon egyszerű magyarázata van, itt ez föl van fűrészelve. Ebben is indukálódik feszültség, de áram nem tud folyni, így ez itt marad lent. Amit érdemes még a kísérletből bemutatni, letekerem a feszültséget egészen alacsony feszültségre, zárom az áramkört, gyakorlatilag nem történik semmi, és most fogom, és a szememmel így emelem fölfelé ezt a gyűrűt.
Persze ezt is kell tekerni közben, aztán senki ne gondolja, hogy ezt nem kell. És akkor ez azt jelenti, hogy ha megfelelő egyensúlyi állapot ki tud alakulni, ugye az áram, a gerjesztő áramnak a mágneses tere áramot indukál, a két tér egymást taszítja, és minél nagyobb az áram, a gerjesztő áram, annál nagyobb lesz a taszítás, illetve a kisebb, akkor kisebb lesz. Ez azt is jelenti, hogy egy ilyen leszálló művet is tudunk csinálni. Ha valaki szereti a science fiction, nem tudom, ki szereti a science fiction, jó, akkor az ő kedvükre elmesem, hogy képzeljük el, hogy megyünk egy űrhajóval, leszállunk egy bolygón, és egy mágneses fékezővel fogunk leszállni. Hát ugye megközelítjük a bolygót, ugye ebben az állapotban vagyunk, bekapcsoljuk a fékezőket, és szép lassan elkezdjük leereszteni, és ez teljesen működik. Egy dolgot azért ne feledjünk el, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ugye ez lenne az űrhajónknak, mert ezt tudjuk, ezt az áramot szabályozni, ez pedig az a bolygó, ahol le akarunk szállni, tehát egy fémes bolygóra kell leszállnunk. Ha nem vezet, akkor nem fogunk tudni ilyen módon leszállni. Szerintem ez érthető. Amit még érdemes megtenni, és itt azoknak a figyelmét hívom fel erre a kísérletre, akik szeretik a fizikát, nehogy Isten ebből szeretnének érettségizni, esetleg emel szinten. Nézzük meg a kísérletet. Alumínium lemezekből készítettem gyűrűket. Ezek az alumínium lemezek vékonyak, ide egyet ráteszek, bekapcsolom, és valamekkora áramerősséget létrehozunk, hogy ez valamekkorát emelkedjen. Bezárva tartom, és fogom egy másikat, egy hasonlót ráteszek a tetejre, és próbáljuk meg kitalálni előre, hogy mi fog történni. Tehát az a kérdés, hogy ráteszem, elkezdem közelíteni hozzá, és hogy emelkedik, 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 és egyre följebb és följebb jön. Hát, hogyha valaki ezt meg tudja magyarázni, akkor az megérett arra, hogy emel szinten érettségizzen. Tegyük fel a következőt, és azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy még följebb emelkedik, és még följebb emelkedik. A következőnél még tovább. Világosan látszik, hogy ezt a dolgot most itt nem mondjuk el, viszont szeretnék elmondani egy ötletünket Tamással. Jó pár napja azon beszélgetünk, hogy ezeken az előadásokon legtöbbször nem tudjuk elmondani mindazt, amit elmondanánk. Szerintem ezt mindenki érzi, és azt találtuk ki a Tamással, hogy megnézzük majd ezt a felvételt, amit ma készül, és ha megnéztük a felvételt, ki fogunk választani kísérleteket, ez biztosan közöttük lesz, és egy podcastban elmondjuk, hogy hol, hogy hogyan kellene ezt megérteni. Ez a podcastra valamennyit várni kell, Isten malmai lassan őrülnek, és mi még nem is vagyunk Istenek. Jó? Tehát csak mondom, hogy ezt a podcastot előre bejelentjük, most már nem tudunk visszatáncolni, így Tamás. Igaz. Ezt mindenképpen kell tudni. Tehát akkor az a lényeg a dolgoknak, hogy az elektromos árammal ugye mozgatni tudtuk ezt a testet, nézzék meg, hogy föl tudtuk emelni, tehát még az energetikai oldalát mindenképpen érdemes megmutatni. És akkor tulajdonképpen az elköszönés maradt, az elköszönéshez pedig egy kísérletet szeretnék mindenképpen megmutatni. A kísérletünkhöz kell egy kis forró víz, kell egy kis cseppfolyós nitrogén, és a kettő fog együtt találkozni. A cseppfolyós nitrogénnek a hőmérséklete csekély, a forró vízé az pedig nagyon nagy, a kettő között hőmérséklet kiegyenlítődés, ha úgy tetszik, energiacsere fog létrejönni. Annyit érdemes tudni a kísérletben, hogy a cseppfolyós nitrogén, amit beleöntök, 0,9 kg per köbdeciméter sűrűségű, és ebbe fogunk beleönteni egy kis cseppfolyós forrásban levő vizet. Én azt hiszem, a kamerára vigyázzunk. Így. És akkor ezzel megköszönjük a részvételeket. Azt akarom mondani, hogy ami még hátra maradt ebből a tanévből, azt a fél évet töltsétek jól. És hát, hogyha tetszett, akkor amit tudok elsőként ajánlani, hogy ez a 14. előadás, 13 előadásnak a felvételét megnézhetitek az interneten. És még egyszer a tanár kollégáknak köszönöm, hogy elhoztak benneteket. Sziasztok! Nagyon jó.
Köszönjük szépen!